A Madarak és Fák napja alkalmából a bácsföldvári Szvetozár Márkovics általános iskola felsős tanulói bemutatták kutatásaik eredményét. Május 10-e a világon mindenfelé egy olyan nap, ahol megünneplik a fák és a madarak napját. Tehát a mi iskolánk is úgy kezdte a tavaszi készülődést, hogy tölgyfákat ültetett az iskolaudvarba. Tehát három kocsányos tölgyet a gyerekek elültettek, és végigkísérték az eddigi fejlődését ezeknek a fáknak. A tanulók emellett a madárvilágot is tanulmányozák, többek között a faluban fészkelő gólyákat. Igen, sokkal több gólyafészek volt a falunk, most már tisztára kisebb lett ezeknek a gólyáknak a száma. Hát vannak, amelyek gólyák elpusztultak, mert megütötte őket az árom, éppen idén történt egy ilyen eset. Bankó Sebastian pedig arról számolt be, hogyan nevelte fel az utcán talált fészekből kiesett kisbaglyot. Ételgettem, kapott húst, mindig friss vizet, volt szép, egy ketrec, 2x3 méteres volt, minden meg volt szépen. És mikor megerősödött, akkor állett terászta, de az jó sok időt telt el. Az ilyen és a hasonló programokat a tanára fontosnak tartják, hiszen a környezetvédelemre és a természet iránti tiszteletre nevelik a gyermekeket.